A napokban minden beszélgetés az országban társunkkal, gyerekeinkkel, barátainkkal arról szól, hogy hazánk határán háború van. Magyarok milliói szoronganak, milliók félnek. Persze mondhatnánk, nálunk béke van, és csak a tévében és az interneten látjuk ezeket a képeket, vagy hogy volt már sok ilyen kép az elmúlt években. De ez most más. Ez nem egy másik földrészen zajlik. Látjuk a képeket, és azt, ők mi is lehetnénk. Ezek az emberek úgy néznek ki, mint mi. Úgy élnek, olyan állásuk van, mint nekünk. Kijev lehetne Budapest is. Ez egy európai város, benne európai emberekkel. És most megtámadta őket Putyin. Magyar anyák százezrei ellenőrizték tegnap, hogy érvényes a gyerekeik útlevele. Magyar anyák százezrei kezdtek el listát írni, baj esetén mit kell összepakolni, mit kell elintézni, vagy ha menni kell, akkor hova lehet menni. Egyelőre nincs baj. De ha baj lesz, akkor kivéd meg majd minket. Orbán? Aki Putyint szolgálja? Ha Orbánon múlik, baj lesz. Orbán nem tud megvédeni minket. A nyugat véd meg minket. Az Európai Unió véd meg minket. A NATO véd meg minket. Márki-Zay Péter ezek szövetségese, nem pedig árulója. Április 3-án erről is döntünk. Európa vagy Putyin? Márki-Zay Péter vagy Orbán?